Is betrayal, especially in time of war. Thunder blades of renegades rest under Everglades. Plenty shade for samurai to make a fresh fade. Close the drapes, about to get real. Szevasztok, a mai napon el fogom kezdeni a Resident Evil remake-et, méghozzá egy mikrofontesztel, ugyanis most fogom először használni számítógépen a konzolos fejhallgatómat. Remélem, hogy be fog válni és mind a két platformon tudom használni. Egyébként, ha szeretnétek, akkor minden egyes részbe különböző módolt skineket fogok használni. De első blikre szerintem ez a szexi sheriffes tökéletes lesz, nem is túl nudistás. Még pont elfogadható. Ha itt kezdődik a történet egyébként, hogy egy ilyen munkás ember megy hazafele, vagyis szállít, inkább úgy fogalmaznék, hallgatja a rádiót és eszi ezt a szar hamburgert, ami szét van már rohadva. Nagypapáson eszik, nincs nagyon foga neki. Egyébként a grafika teljesen tökéletes szerintem. És meg kell mondanom, eddig évjátéka nálam, úgyhogy már nem is egy jó játék jelent meg mellette. Elég érdekes, hogy a Capcom mennyire visszatért a játékiparba. Devil May Cry 5 is eddig jónak tűnik, bár azt nem vettem még meg. Nem is próbáltam ki. Ugye most arról beszélnek, hogy ez a zombis hülyeség elterjedt a városokba. Éppenséggel Raccoon City felé tart ez az emberünk. Szép esés időbe. És el is üt egy csajszit, akinek nem jut eszembe a neve. Pedig az egyik ingyenes DLC-be ugye irányítható karakter lesz. Balfasz módjára meg is nézi. Pedig már zombi lett a csaj. Eléggé kitekeredett, mit ne mondjak. Még a haját is elvesztette a faszi. És itt is van Claire, aki megáll egy benzinkutnál. Most mondjátok meg, hogy nem jó ez a skin. Éppen most emelték a magyar benzin árakat. Úgyhogy sokat kell fizetni azért, hogy tankoljunk. Ugye Claire-nek az a feladata, hogy megkeresse a testvérét, Christ, aki elvileg egy rendőr. A gyakorlatban is. És a benzinkutól hallottunk egy zajt. És most azt fogjuk megnézni, hogy ki illetve mit csinált. Ugye ez még ilyen tutoriál jellegű. Ezután fogunk Raccoon City-be menni. Én teljesen szeretem amúgy a játékot. Már 4 végigjátszást megcsináltam. Az összeset, az elsőket, illetve a másodlagost, ez most jelen pillanatban az elsődleges végigjátszás. Szóval nem a Claire B, hanem az Ás. Hello? Jó drága minden. És azt hiszem még akadni fog a játék, mert nem tudom, hogy ez milyen feature. Az első lövésig így beakad a játék. Én hülye meg elfelejtettem lőni. Hopp, kezdődik. Nem tudom, ezt más ne is csinálja-e. A rendőr elkapott egy vannál, csak azt nem tudta, hogy zombi. Egyébként nem szeretném végigjátszani a játékot több okból is, mert én megszoktam unni ezeket a végigjátszásokat. Na most elvileg már normalizálódik a játék, hogy lőttem egyet. Számomra unalmasak ezek a végigjátszások. Egy-két ideig lekötnek, aztán
tovább se. Ó, nem is fogom lelőni azt a zombit. Gyorsan ki is nyitjuk. Minél gyorsabbak leszünk, annál jobb. Egyébként sikerült is az SS végigjátszás. Szóval megkaptam a fegyvert, ami végtelen amós. Majdnem sikerült neki, és itt van Chris. Leon. Miért Chris mondtam? Ugye ő a másodlagos irányítható karakter. Igazából a történetük ugyanott játszódik, ugyanazokat a feladványokat kell csinálni. Csak annyiban lesz más, hogy Claire-rel ugye Sherry-t kell kiszabadítani az árvaházból. És megtámadtak minket. De szép. De harcoskodik. Hát Claire nem is igazi rendőr, inkább striptease táncosnak nevezhetném ebbe a skinbe. Voltak páran. Ugye itt ismerkednek meg. Ugye Leon azért megy Raccoon Citybe, mert most akarják felavatni rendőrként. Magyarán újonc rendőr. Csak ugye azt nem tudja, hogy már elszaporodtak a zombik Raccoon Citybe. És ha nem haragudtok meg, akkor ezt elnyomom. Nem akarok copyrightos tartalmat. Viszont a harci zenéket, illetve a mob zenéket, azokat behagyom. És nem tudom, hogy mi lesz a 13-as cikkely bevezetése után. Bár még nem biztos, hogy be fogják vezetni. Ugyanis azt hiszem 2 évig még kitárgyalhatják ezt az egészet, ha nem válna be. De ha bevezetik, akkor kb. Le is húzhatjuk a rollót itt a csatornán. Kész káosz van mindenhol. Looks like we're walking from here. Azt gondolták, hogy innen gyalogolni fognak. More like running. Yeah, most van a vacsora idő. Leon, we gotta back up. Jön az erősítés. Ugye ez a sofőr volt az elején a játéknak. Csak éppen megharapták a nyakát, szóval nem igazán beszámítható. Holy shit. There, get out. Ki kell ugraniuk. Eltarol mindenkit. Szerencse elhúzta a kormány. Itt csak kevésbé talált el minket. Az üzemanyag azért folyik. Ugye be is robbanik. És ugye Leon a másik oldalon reked. Az igen. Na látjátok, ezért választottam ezt a skint. Így bemutató jelleggel. Claire! Claire, you okay? Yeah! Ott több zombi van, mint itt, azért. De mi is elindulunk. De mondom, ha szeretnétek, akkor meghagyom ezt a skint. Nem fogok váltani.
Még egy-két rész biztos, hogy fogok csinálni. Mert élvezem annyira, hogy van benne potenciál. Egyet nem igazán használok még. Csak ha muszáj lesz. DF, mindjárt odaérünk a rendőrségre. Csak még itt pár zombit ki kell kerülni. Hát mire megfordulsz, addig elmegyek. Buzbújsz másnak ki. Benyitunk. Meg is vagyunk. Azt hiszem, itt nincs is semmi tárkin. Így van. Itt látjuk a mapot. Van inventory rendszer. Ezt a kulcsot el is dobjuk, mert nem kell már. Illetve dokumentumokat gyűjthetünk. Ez fontos lesz, mert kódokat, illetve képeket tudunk itt tárolni, ami segíthet a végigjátszásba. Bár a legtöbb kódot már fejből tudom, úgyhogy nem lesz ezzel gondunk, valószínűleg. Gyorsan összegyűjtöm az amót. Hát ha megnézzük a kis videót. Egy rendőr ugyanis bajban van. Segíteni kell neki. Éppen üldözik a zombik. Vagyis egy zombi. Nincsen Dávid itt. Előjét, te fasz! Basszeg! Azon a részen lesz. Segíteni kell a srácnak. Na viszont én gyorsan felmegyek a lőszerért. Minél több lőszerem legyen. Aztán gyorsan megyek a srácnak segíteni. Mondom, nem fogom elsietni a dolgokat. Úgyhogy ilyen pöcsülősen fogok játszani. Meg nem is a végigjátszás a lényeg, ugyebár. Meg is van a lőszer. Aztán menjünk segíteni a rendőr bátcsinak. Hát, ha ad valami pluszt. Bár aki játszott vele, az tudja, hogy mit ad. Gyorsan megnyomjuk a gombot. Benézünk szépen. Mindenhol vér van. Jók a belátási szögök itt. Ezért nem szeretek egyébként videót csinálni, mert akkor sokkal többször beszélek félre. Más szavakat mondok. Nem tudom, ez ilyen maradandó dolog nálam. Úgyhogy ez vele járója. És felszedem gyors. A WC-be is el kéne mennem. Ugyanis ott meg... van ilyen first aid spray, ami teljesen feljavítja az életünket. Középsőben van benn. Meg is vagyunk. Aztán menjünk a rendőr bácsihoz. Oh, oh my god. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! Valahol azt hiszem volt ilyen barikád is. Szerintem azt most pont nem tudnám használni. Ugyanis az egyik ablakon be fog ugrani egy zombi. Azért lett volna jó, barikán. Na, itt vagyok, gyere! Csusszanját, more! Ugye ott van a könyv, ami segít a szobroknál.
megtört személyiség lett. Megrágták a lábáját neki. Kicsit szétesett a faszi. Hát legközelebb gyorsabbnak kellett volna lenned. Itt a notebook. Ugye, itt középen a titkos ajtóhoz három darab ilyen érme kell, vagy minek nevezhetném, korong. Minden egyes korong ugye egy szobornál van, és itt van a megfejtésük minden egyes szobornak. Csak ugye a rendőrség más területén van. Itt is beugrott egy. De jó, mellé lövök. What the hell? Gyorsan, gyorsan. Nem fontos őket még megölni. Ráérünk majd később is, ez viszont megnyomom. Tudjam, hogy itt van. Gyorsan átsusszanunk. Az az igazság, hogy nem is jött utánunk most zombi. Azt a kamera állást. Be is vág mindjárt nekünk a kopasz zombi. Letépi a bugyogóját. Szerencsére itt van a Dávid, vagy mi volt a neve, David. Szét is nyomta a zombinak a fejét. Ugye megsérült, mint ahogy látjátok. Marvin? Akkor nem ő volt a David. Ahogy tudtam ám. Obviously someone talked to you. Well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. Most a véres kezedet fogjam meg, hogy rohadjál meg. Ezután az akció után le kell fürdetni Claire-t. Nincs mese. So nobody knows what caused this? Annyi kosz rámegy. There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah. Körbevették az egész épületet a zombik. Azért minden egyes ablakot majd be kell barikádozni. Ami olyan, hogy bejárhatós. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? Elment vakációra. It's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out with this secret passageway. Good. Na most meg össze is fogdozta. Hey. Eddig se volt jó az a jegyzet. Meg még új lenyomatos is. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. No. Gyorsan menjünk, még megszül ez a fasz. Now, I'm not taking that. You're gonna... Kell a kés, ne vitatkozz. And be careful. If you see one of those. Meg kell késelni azt a dobozt, ami kinyitja az ajtót. You can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. Azért megpróbálom majd minden egyes ellenfelet megölni. Szóval nem fogok a munícióval spórolni. Minél élvezetesebb legyen a játék nektek. Na, meg is van. Na, kés. Ugye lehet így használni de az összes játékba. Be lehet rakni a gránátot is. Ez arra jó egyébként, ha megtámad egy zombi, akkor tudjuk használni ellene. Persze akkor, ha előről támad, mert ha hátba támad, akkor alapból megharap. Á, bazzek, 6 perc ment még csak el. Akkor gyorsan megnézzük itt a ládánkat. Ugye itt a végtelen fegyver. Majd írjátok meg, hogy használjam-e a következő videóba.
mert akkor nem igazán kell ez a lőszer, meg semmi. Több slot marad így nekem. Most nem akarok csalni, ezért nem is használom. Meg ugye itt lehet menteni az írógépnél. Elég elavult dolog már, de szerintem adja a feelinget az írógépes mentés. Remélem majd a harmadik részből is csinálnak egy ilyen remake-et. Én nagyon szeretnék vele játszani, ugyanis ez a második, illetve a harmadik rész tetszett talán a legjobban, akkoriban. Sokkal jobbak mindezek az újabbak. Kár egyébként, hogy az első rész nem ilyen lett. Még egy sötét folyosó. Még meg szól a rádió. Jönni fog egy helikopter. Ennek letépték az arcát. Jó kis ragasztó, megjavítaná a helyzetet. Ez nem zombi volt egyébként, ami ezt csinálta. Innen is jönni fog majd zombi. Meg a falakat is szépen szétbaszták a nyalósok. Ugye bár? Direkt fordítottam le, mert vicces. Nyalósokra vigyázni kell. Azt hiszem ez be fog ide jönni. Úgy ezt elintézzük szépen. Itt a térkép a helynek. Annyira nem fontos még. Ugyanis elég kevés a bejárható terület. Minden egyes ajtóhoz kell kulcs vagy ilyen szerkezet. Na bejössz, még van. Zombi asszonyság. Ezt meg kéne ölnünk, mert ez ilyen átjáróház lesz. Ez a terület. Szét is robbant az agya. Mondjuk azt sajnáltam, hogy fejlővésnél nem halnak meg a zombik. Szerintem sokkal jobb úgy egy játék. A fánkos rendőr ki akarja nyitni az automatát. Az igen! Ez vánsád volt, gyerekek. Azt hiszem ő is fel fog kelni. Azt hiszem ez nem nyitható ajtó. Annak is szétrobban, mi a franc van? Ó, West Office, nem ide akartam bejönni. Először is bejövök ide a deposit roomba. Ide majd kell ilyen két kapcsológomb. És ez fogja kinyitni a cellákat. Hoppá, nem 108. Most megnézem. 106-os kell nekünk, meg a 109-es. 106-109. 106. Ez egy szalag lesz, amit a sötét szobába elő tudunk hívni. Illetve a 109. Érdekes, hogy régen volt ilyen az iskolában, ilyen óra. Ez az előhívó óra. Vagyis szakkör, inkább úgy fogalmaznék. Még a 90-es években voltak ilyen szakkörök. Bár a mai világban nem igazán felhasználható a dolog. Ezeket a kodakos fényképezőket nem nagyon használja senki már szerintem. Ugye itt lesz ez a gránátvető később. Érdekes módon ezek a dolgok teljesen ugye felváltódtak.
most írta meg egyébként ez az egész, hogy keressen meg a gombokat. Ó, bazzeg, ott hagytam egy sprét. Mentő szobába azért belépünk. Ennek a zombinak meg rakok barikádat. Barikádat! Mi a fasz? Barikádot. Még mielőtt bejön a Jacko zombi. Ezt meg szépen eltároljuk. Felkapcsoljuk a villanyt. Lőpor, illetve még több lőszer. A lőszerből elég jó állok. Gondolom ebbe lesz a... Ja, a medicine craftolás, hogy miből mit kell csinálni. Még annyira nem lényeges, mert csak zöldet találtam. Bár a két zöldet is össze lehet kombinálni. Ó, itt egy piros is. Ezt gyorsan rakom. A lőport is most nem kell jelen pillanatba. És előhívjuk ezt a filmecskét. Ez egy szobor, ami megmutatja, hogy mit kell használni. Ugye kell keresnünk egy könyvet. A szobor keze meg a szobor mellett lesz, szóval azt nem is kell megtalálnunk. A könyv meg a könyvtárba. És ugye ezt a kis jogart odaadja, amiből ki lehet venni ezt a rubintot. Teljesen jó folyamat. Azért mentek egyet, minden esetre. Bár nem nagyon szeretek menteni. Elég a gyors mentés. Na most szépen felmegyünk a második emeletre. A felső zombi úgy néz ki, még nem indult meg. Még előtte bemegyek a West Office-ba. Ugyanis itt is vannak felszedhető dolgok. A zombi meg fel kell. Nagyon jó, megcsinálták a végtagok szakadását. Éppen lelövöm a kezét. Úgy néz ki, meg is halt. Elég gyenge jellemre utal. Itt meg azt láthatjátok, hogy hogy kell craftolni a lőport. Ugye van ilyen magasabb, az a white. Illetve van alapból ez a magasabb lőpor, ami az alap lőpornak a kétszeresebb változata. Vagyis a White-nak a kétszeres változata. Amiből ugye magnum lőszert lehet csinálni. Mondjuk lenni azt hiszem nem magnum van. Vagyis nem az a Lighthawk, hanem nem is tudom mi van Clarny, igazság szerint. Na, azt mondja, hogy a neveket kell összeraknunk és kijönnek ezek a lakatok. Nézzük a neveket. Neil Elliot. Hoppa, itt van még valami. Jó, nem érdekel. Neil Elliot David az Need. Need. Leonnak csináltak partit. Csak közben történtek az események. Itt van Marvinnak az asztala. M betű. R. Az utolsó pedig... Hol az utolsó? Nem is tudom. RM, az biztos. Valahol még kell lennie ilyen névtáblának.
hiszem úgy kezdődik akkor, hogy RM lesz a vége. Akkor nem, M-mel kezdődik, MRG. Na, meg is vagyunk. És ez Leon Kennedy. Kombináljuk is. Még gyorsabban lehet tölteni a fegyvert. Azt hiszem lesz itt benne egy zombi. Ott is van. Ah, meghalt ez is egyből. Úgy nézem, ma ilyen szerencsés napom van ebbe a játékba. Ezt a széfet meg majd ki lehet nyitni. Na, menjünk fel a második emeletre. Remélem azért nem hagytam itt semmit. Jó, majd eldől a dolog. Felmegyünk az zuhanyzóba. Zombi barátunk még mindig be akar jönni. Nem tanulta meg a barikádos dolgot. Az is szétlocsant. Mi a franc van tényleg? Gyerekek. Őt is megöljük. Hopp, az mellé ment. Az is mellé ment, jó van. Legalább így visszajön a lőszer, amit megspóroltam ezekkel az egy satos killekkel. Bemegy az izém mögé, az oszlop mögé. Aztán meg is halt. Itt is van egy piros. Vagyis rózsaszín. Legalábbis a kép alapján rózsaszínnek látszik. De amúgy piros. Gyújtós lőszer. Hopp, egy zombi. És ő nem is él. Na, ez a kepes. Azt tudom. Azért aki négyszer végigviszi, az tudja már így a dolgokat. Mondjuk ezt sose bírtam. Ezt a mini játékot. Ugyanis ki kell nyitni ezeket a szerkentyüket. Ez adja meg egyébként azt a nyomógombot. Igaz, pedig már közel állok. És bazzeg, ebasztam. Jaj! És megint ugyanazt nyomom, a faszom a hülye fejembe. És figyeljétek meg, megint eljutok odáig, és megint más nyomok. Megvan, geci. Azt a rohadás, esne bele. Nem voltam jó ilyen memória játékokba. Ugye majd kell egy ilyen szarság. Tekerős. Na, akkor ez az emelet ennyi volt. Ami zombi ugatott ott lenn. Még lőszer. Addig lesz jó egyébként, amíg nem jelenik meg Tyrant. El is fogja baszni a játékot. DMC, ha jól emlékszek. Vagy DCM? DCM. Fehér lőszer. Jó, ezt most jelen pillanatban itt hagyjuk. Bassza meg. Meg ezt is.
vissza kell mennem, lerakni a cuccokat. Még szerencsé, hogy itt van a lépcső alatt a sötét szoba. Gyorsan le lehet pakolni a nem kellő dolgainkat. Hát hiába törted be. Nem nyertél el vele semmit. Na nézzük, miből élünk. Ezt elrakjuk, mert később lesz ilyen fegyverünk csak. Késő az mindenképp megmarad. A lőpor gyors összekombózom. Ezeket is össze kéne már. Store. Ezt is összekombózom. Ezt később nem kell vele foglalkozni. Legalább. Ezt még elrakom. Majd amikor meg lesz az összes, akkor fogom használni a gombot. Na most gyors felmegyek a kulcsért. Illetve a Uzi lőszerér, SMG lőszerér. Azt is majd később fogom kiszedni. Nem mostanában. És egyébként ez a könyvtárnak a kulcsa is egyben. Ott ment a nyalókás. Beugrott egy kicsit. Megijeszte a karakterünket. Itt is van valami, jó emlékeztem. Ja, most olvastuk el az egészet, hogy hogyan kell megölni. Illetve, hogy mit ne csináljunk. Ne hangoskodjunk meg ilyenek. Mert félig meddig vakok. Ó, ez most nem kell a barikád. De majd kell egy szénégy később. Azt kell aktiválni. És megvan az első leltár hosszabbítunk. Minden egyes ilyen övtáskával két plusz helyet kapunk. Most viszont lemegyünk szépen a könyvtárba. Itt lesz pár zombi. Az éppen eszik, ebédel. Vagyis vacsorázik. Még ott is van egy zombi, meg azt hiszem az egyik még fel fog kelni. Ha minden jól megy. Bazzeg, az is meghat egyből. Mi a fasz? Ez hihetetlen, gyerekek. Ha pont nem ez a zombi az. Az is ott ticsörög. Ő fog felkelni. Ő se kell fel. Ő biztos. Mert abba az ülő pozícióba van. Azért ölöm meg őket, hogy később, amikor itt átjáróház lesz, akkor ne legyenek útba. Nem is lenne muszáj, igazság szerint. What the fuck? Azt hiszem, most már meghalt. Rákcsávót is meg kéne itt ölni. Az anyád. Megy neki a falnak. Na te meghaltál? Még nem. Még lapult a köcsög. Amikor így esik egyet, akkor halnak meg.
Na, most értünk ki a felső részre. Még gyors felszedem a cuccokat. Ide kell majd egy emelő. Szóval itt a sarokban is lesz lőszer. Kell a könyv. Aztán megyünk menteni, és az első résznek így vége is fog szakadni. Második emeletnek a kulcsa, vagyis a térképe. Van helyünk? Van helyünk, szóval az unikornisos cuccos kiszedjük. Halak, skorpió, meg vízöntő. Halak, skorpió, vízöntő. Ez megvan. Még egy lőpor. Ezt meg belülről kell majd kinyitni. Akkor menjünk szépen az exithez. Meg akkor már, ha itt vagyok, az oroszlánost is kiszedjük. Aminek... oroszlán, ez a gai, meg a madár. Csipkebogyó, vagy... csipkebogyó? Mi a faszom volt az a... szimbólum? Nem is tudom. Na, megvan az oroszlán is. Amit most jelen pillanatban nem tudok kiszedni. Em meg szépen ott recskázik. Nézi a Pornhubot. Come here. What is it? Take a look. Oh my god, he made it. You know him? Yeah. It's Leon. Leon. Kennedy, I think? The rookie. Thought he looked familiar. Ismerős. Make it to that courtyard. The second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Na. Akkor majd gyorsan megyünk Leonhoz. Következő részbe. Viszont előtte elmentjük a dolgainkat. Ez kell... Ezt mentjük. A könyvet is elmentem. Vagyis lerakom. Inkább úgy fogalmazok. Spray. Elrakjuk gyors. Mindig egy sprét szoktam magamnál tartani. Többre nem is nagyon van szükség. Max, ha úgy van, akkor gyors elfutok mindig a ládákhoz. Gyorsan kiszedjük ezt is. Be is rakjuk a helyére. Hogy ne kelljen ezzel foglalkozni a következő részbe. Azt hiszem már csak a C4-es szobor lesz. Úgyhogy nem lesz nehéz kinyitni a titkos átjárót. Lehet azért a könyvet magammal viszem. Na. Azt hiszem ennyi is lesz ez a rész. Na és még annyit szeretnék még egyszer mondani, hogy írjátok meg, hogy maradjon ez a skin, vagy váltogassak minden egyes részbe módol skinek között. Meg írjátok meg azt is, hogy használjam ezt a végtelen lőszeres fegyvert. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!